2021-ben, éppen 200 éve, hogy Brunswick Josephine grófnő 42 évesen elhunyt. Saját döntései, életkörülményei, ugyanakkor saját kora áldozatává is vált. A sokrétűen művelt, művészi hajlamokkal megáldott Martonvásári család sarjaként 8 gyermeket szült 4 férfitől. Élete során mély rajongás váltott ki környezetéből. Szépségével, tehetségével, művészetekre való hajlamával. De mi is fűzte valójában Josephine-t? Az európai zenetörténet egyik legnagyobb zseniéhez, Ludwig van Beethovenhez. Tőle született 7. gyermeke, Minóna. A halhatatlan kedves kiléte régóta foglalkoztatja az utókort. Ki is volt ő valójában? A válaszok csak a 20. és 21. században kerülhettek napvilágra, elkötelezett kutatónőknek köszönhetően, mint Mary Lipsius, Czeke Marianne, Maria Elizabeth Tellenbach, Rita Stäblin. Ludwig és Josephine történetét saját korunkba helyezve időtlen dinamikákat fedezhetünk fel. Főszereplőink talán saját koruk elvárásaitól is szenvedtek. De feltetjük magunknak a kérdést. Hogyan reagálnánk, ha az élet egy nap sorszerű helyzetekbe sodorna minket? Mit jelent számunkra manapság? Az áldozatvállalás, az elköteleződés, a tiszta szerelem érzése? Ludwig és Josephine történetét követve kérdések merülnek fel bennünk.